Bővült az ingatlanpiac, egyre több lakást cserél gazdát, a tranzakciók számának emelkedésével a jogi konfliktusok is szaporodnak, egyre többen fordulnak bírósághoz, például a kizárólagos szerződések miatt. A stúdióban köszöntöm dr. Heiser Gabriellát, ügyvédet, jó estét kívánok! Üdvözlöm a nézőket! Miből adódhatnak ezek a jogviták az ingatlan piacon, illetve kik között, talán tisztázzuk ezt a kérdést, hogy kik között merülhetnek fel, vagy merül fel a legtöbb jogi panasz? Ugye az eladó célja, hogy az ingatlanát minél hamarabb értékesítse. Erre ingatlan közvetítőket szoktak megbízni, és általában a legtöbb jogvita abból adódik, hogyha az ingatlan közvetítők tisztességtelen szerződési feltételeket támasztanak. A tisztességtelen szerződési feltételek kialakulhatnak abból, hogy mondjuk kizárólagosan az ingatlan iroda ügyvédjével köthetik meg az adásvételi szerződést, vagy esetleg az eladó nem értékesítheti ezt a saját ingatlanát, és ez egy tisztességtelen szerződési feltétel. Tekintettel arra, hogy ezt nem igazán szabályozza most törvény, ha bár erre van törvényjavaslat, ez a bírósági gyakorlatból kell, hogy kialakuljon, és egyre több jogvita adódik abból, hogy ugye az ingatlan közvetítők tisztességtelen szerződési feltételeket támasztanak. Törvény nincs rá, csak törvényjavaslat. Ez a javaslat mit tartalmaz, vagy mit kellene, hogy tartalmazzon? Törvényjavaslat, illetve kidolgozás alatt állnak ezek a célok, hogy mik azok a tisztességes feltételek, amelyek egy ilyen ingatlan közvetítési szerződésben szerepelhetnek. Tehát ugye nem lehet kikötni, amit említettem, hogy csak az ingatlan iroda ügyvédjével lehet szerződést kötni, tekintettel arra, hogy szabad ügyvéd választás van. Az ügyvédet azt mindig a vevő választja, illetve a kizárólagos szerződéseknél az eladó is szabadon értékesítheti az ingatlan, tehát saját belátásából akárhol hirdetheti ezt az ingatlan. Ezeket a feltételeket kell, hogy kidolgozza majd maga a törvényjavaslat, illetve a piachoz igazodóan a felek, hogy mik azok a feltételek, amelyek tisztességesnek minősülnek. Hogyha az elejéről kezdjük a történetet, és akkor megnézzük azt, hogy egy ingatlant értékesítő vagy az eladó megkeres egy közvetítő irodát, akkor milyen megbízást vagy milyen szerződést kötnek ott ebben? Hát ugye a megbízási szerződés, a megbízási szerződésnek tartalmaznia kell, hogy milyen közvetítői díjért közvetít az ingatlan közvetítő, illetve a szerződésben a feltételeket le kell fektetni, hogy mi az, amit a megbízási díj tartalmaz. Tehát ez onnantól kezdve, hogy csak a ingatlan bemutatása, esetleg portfólió, tehát fényképes portfólió készítését, vagy energetikai tanúsítvány készítését, tehát nagyon sok mindent magában foglalhat az ingatlan közvetítői díj, ezért érdemes szétnézni az ingatlan közvetítői piacon is, mert ugye az, hogy maga a százalék mit takar, az csak a szerződésből, illetve a felek megállapodásából fog kiderülni. Most a százalék, ez a bizonyos közvetítői díj, ez kötött, kötetlen, valamilyen szabályhoz kötött, vagy ez akár régiónként, irodánként változhat? Szintén nincs erre jogszabály. Az általános gyakorlat az azt mutatja, hogy tehát az ingatlan vételárának 2 és 5% plusz áfa közötti áron mozog az ingatlan közvetítői díj, de ez sincs jogszabályilag kidolgozva, ez is a felek szabad megállapodását képezi. Azt tudni kell, hogy ingatlan irodánként eltérő egyébként az ingatlan közvetítési díj. Én még azt mondanám, hogy régiónként, tehát Magyarországon belül is eltérő ingatlan közvetítési díjakról beszélhetünk. De ez egy elég széles tólik határ, ez a 2-4 vagy akár 5% is. Ez elég széles határ, tehát szét kell nézni az ingatlan közvetítői piacon, illetve említettem, hogy meg kell nézni, hogy mit foglal magában ez az ingatlan közvetítői díj. Tehát ugye az a csomag, amit mondjuk 5%-ért kapunk, abban van-e már egyébként más plusz szolgáltatás is. A közvetítői díjat az eladó fizeti minden esetben. Így van. Az ingatlan vételárából kerül ez megfizetésre, erre is több konstrukció adott, tehát valahol már a megtekintéskor, tehát ugye esetleg foglaló átadásakor már ezt a közvetítői díjat az ingatlan közvetítők kérik, esetleg az ingatlan vételárának végleges kifizetésekor, de az eladó terheli akkor is ennek az ingatlan közvetítői díjnak a kifizetése, ha csak foglalót adott a vevő, de egyébként nem jött létre a szerződés, tehát a közvetítői díjat azt mindenképpen meg kell akkor is fizetni, hiszen az ingatlan közvetítők úgy értelmezik, hogy sikeres volt a közvetítés. De a vevőre semmiképp jogszerűen nem ruházható át ez a díj, vagy ennek a díjnak egy része, azért ezt is le kell szögezni. Nem ruházható át, de természetesen ez is a felek közös megállapodása. Ugye vannak olyan megbízási szerződések, ahol ugye 50-50%-ban, de ezt ugye a vevővel közölni kell, illetve ennek sincs kidolgozva a jogszabályi háttere.
Sőt, az Európai Unió országaiban különféle gyakorlatok léteznek erre, tehát van olyan gyakorlat, ahol például a vevő fizeti az ingatlan közvetítői díjat, hangsúlyozom, nem Magyarországon, vagy bármilyen százalékos megosztásban viselik a felek. Mindenképpen hangsúlyos a tájékoztatás tehát itthon, hogyha ez érinti a vevőt is, de egyébként ez nem szokott gyakorlat lenni. A megbízási szerződést ugye át kellene olvasni az eladónak, aki a megbízási szerződést aláírja, hogy ne akkor szembesüljön a szerződés tartalmával, amikor ugye az ingatlan közvetítők már kérik a jutalékot, hanem minden egyes pontjával legyen tisztában. Én javaslom egyébként akár megmutatni egy ügyvédnek, vagy olyan szakembernek, aki hozzáért, és nem akkor szembesülnek ugye az eladók azzal, hogy mekkora a mérték ennek a díjnak, illetve hogy milyen szerződést írtak alá, amikor már ugye fizetniük kell. Mikor kell fizetniük? Hát ahogy említettem, vagy gyakorlatilag amikor már sikeres a közvetítés, tehát már akár a foglalóból is fizetniük kell, ez is szabad megállapodás kérdése, de a leggyakoribb eset, hogy már maga a foglaló rész, ugye amit az ingatlan első vételár részének tekintünk, már az is az ingatlan közvetítői díjba számítódik bele. De az is előfordulhat, hogy csak az értékesítés végén kell kifizetni ezt az összeget. Az is előfordulhat, tehát mondom, ez is szabad megállapodás kérdése, de az ingatlan közvetítők már sikeres megállapodás, sikeres közvetítésnek szokták azt venni, amikor az ingatlan foglalózása úgymond megtörténik, tehát az már a megbízás sikerességét jelzi a számukra. Nincs ebben túl sok kötetlenség. Ezért mondtam, hogy ez a piac gyakorlatilag még jogszabállyal nincs leszabályozva, ezt a felek alakítják maguk között, illetve ahogyan az elején is hangsúlyoztam, a bírói gyakorlat. Tehát, hogy mi a tisztességtelen és mi a tisztességes szerződési feltétel, mindenképpen jogszabályra vár. Akkor, hogyha nem teljesítik, a közvetítői díjat, tehát nem fizetik ki, behajtható-e ez a díj, vagy ez milyen... Mindenképpen behajtható. Tehát, hogyha sikeres volt a közvetítés, és esetleg az eladó az ingatlan közvetítő megkerülésével adta el az ingatlant, és ez egy ingatlan nyilvántartásból ugye kiderül, akkor az ingatlan közvetítő bírósághoz fordulhat, hogy a megbízási díjat ítélje meg számára a bíróság, és ez behajtható. No, azért mi egy picit puskáztunk, és akkor megnéztük azokat a tipikus jogvitákat, vagy a jogvitának a tárgyát, ami előfordul mostanság az ingatlan adásvételek, szerződések kapcsán, és akkor az egyik például, de erről már beszélt, hogy a szabad ügyvédválasztás, ez nem csak a közvetítő irodáknál, hanem már az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződésnél is igaz, hogy a vevő választhatja az ügyvédet. Így van. Tehát a vevő mindkettő félnek, tehát az eladónak és a vevőnek is ugyanolyan jogi érdeke fűződik egy ingatlan adásvétel sikeres lebonyolításához, de azért a vevőnek azért hangsúlyosabb az érdeke, hogy bejegyzésre kerüljön a tulajdonjoga, per, teher és igénymentesen szerezze meg az ingatlannak a tulajdonjogát, ezért gyakorlatilag ez egy szokásjog, de a vevő az, aki választja az ügyvédet, és a vevő az, aki gyakorlatilag ez egy bizalmi jogviszony, és a vevő fizetés választja ki az ügyvédet, ezért nem lehet az, hogy ezt a megbízási szerződésben akár az ingatlan iroda kiköti. Tipikus probléma még az előleg és a foglaló az adásvételi szerződéseknél, hiszen az egyiket akár bukni is lehet, hogyha meghiúsul az adásvétel. Az előleg is, és a foglaló is ugye a vételárnak a része, általában ez a vételárnak az első része. A foglaló az a szerződéskötés komolyságát jelzi, ami azt jelenti, hogy ugye én vevőként megkívánom venni ezt az ingatlant. Ez olyan szinten jelzi a szerződéskötés komolyságát, hogyha meghiúsulás esetére, tehát hogyha meghiúsul a szerződés, mondjuk a vevő hibájából, akkor ezt a foglalót bukja. Ha esetleg az eladó úgy gondolja, hogy más vevőnek értékesíti, akkor kétszeresen köteles visszafizetni. Na most a vételár előlegnél csak visszajár a vételár előleg, tehát nincs ilyen jogi szankciója, hogy bukja mondjuk a vevő vagy az eladó kétszeresen köteles visszafizetni. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Igazán nincs mi.